Na hát üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk bent a házban. Megmutatom nektek, hogy milyen gyönyörűségek teremnek itten. Laska gomba. Hozzá nem is picik. Hát jó, mondjuk ezek még nőhetnek, még nőni kell, legalább még egy holnapig. Legalábbis ennek a csoportnak, mert azt akarjuk, hogy ilyen jó nagy 20 cent is legyen. Mert úgy finom, valaki nem jártas annyira gombákban. Akkor jó a laska, hogyha már jó nagy méretű, mert a picivel nem tudsz mit kezdeni egyszerűen, mert nem tudsz vele mit kezdeni. Itt van még több ilyen zsák, ezek is teremni fognak, csak még hát nem érettek. Onnan lehet amúgy megállapítani, hogy laska, amúgy ezeknél, tehát előfordul az, hogy véletlenül gévagomba faj nől. Ugye a laska az ilyen oldalas, hogy a laskának van tönkje. Tehát mondjuk ez nem ezeknél szokott előfordulni a géva, hanem a dobozó, azoknál a blokkoknál. Akkor ilyen blokkokba préselik ezeket a szalmákat, mert előfordul az, hogy ő megtelepszik rajta a géva gomba is. És akkor mondjuk a géva gombával sincs baj, mert ugyanúgy ehető és ízletes. Mind a kettő úgy ugyanabban a fajba tartozik, a taplófélékbe. És annyi, hogy a taplófélékem belül van egy olyan, hogy laska gombafélék, és azok közül van négy faj, ami Magyarországon is megterem. Ez a szürke, hagyományos laska gomba, van a késői, van a nyári, és van a sárga. Aminek, ami egy kicsit különleges, és az nem is őshonos Magyarországon, de Magyarországon is eléggé gyakori, én már találkoztam is vele. Kiállhat tuskókon, egyebeken, igencsak kedvel nőni. Amúgy is a gombák azok, tehát mondjuk ez a laska, ez biztos, hogy laska. A géba gombát azt mondanád megismerni, hogy a sárga és az így oldalasan nő, és az nem csoportos, hanem egy. És mondom, a zsákosnál nem fordul elő. Ugyanis a zsákos, a steril, végig a blokkos, az ugye, az a viszont már több probléma van. Ugyanis azoknál a szalma, hát valószínűleg beszennyeződik, mert ugye nincsen itt zsákba becsomagolva, és akkor jön be a levegő, és akkor rákerül valami gombaspóra, na az viszont egy kicsit veszélyes is, mert neki nőhet rajta valami nem ehető fagomba is, baszhatod egész szalmádat. Ezért jobb amúgy a szalma, mert ezeken nem tudnak kinőni a különböző fagombák, hanem nem tud rajta megtelepedni semmilyen mérges gomba. Csak hát a fagomba félik, azok igenis rá tudnak telepedni, mert alkalmazkodó képesek. Na jó van, csak ennyit akartam, sziasztok!